Több mint 2000-en szavaztak szerde estig a 3-as számú zalai választókerületben, országosan pedig átlépte a 200 000-et az ellenzéki előválasztáson résztvevők száma. Mint ismert, a voksolás szeptember 18-án az online informatikai rendszer meghibásodása miatt szünetelt. Hétfőtől lehetett ismét szavazni. A probléma miatt elmaradó kitelepüléseket szombaton és vasárnap pótolják a dél-zalai körzetben. Nagykanizsán pénteken, szombaton és vasárnap a keleti város részben a szolgáltatóháznál felállított sátorban reggel 8-tól este 6 óráig lesz lehetőség szavazni, ismertette Horváth Jácint. Továbbá pénteken a Deák téren reggel 8-tól este 6 óráig, valamint szombaton és vasárnap a vásárcsarnoknál reggel 8 órától délig várják a szavazókat. Pótoljuk azokat az eseményeket is, amik elmaradtak. Ezek három faluban nem tudtunk ugye szavazást csinálni, ahol terveztük. Ez Bázakeretje, Gutorfölde és Tóth-Szentmárton volt. Ezekre a helyekre ki fogunk menni a következő hétvégén, tehát szombaton és vasárnap, ami azt jelenti, hogy szombaton 1 órától 3 óráig Gutorföldére, 4 órától 6 óráig pedig Bázakeretjére fogunk kimenni, vasárnap pedig Tóth-Szentmártonban biztosítunk 1 órától este 6 óráig lehetőséget a szavazásra. Az elmúlt napokban csak pozitív visszajelzéseket és megerősítéseket kapott Berta Krisztián. A Jobbik jelöltje szerint ez egyértelműen azt mutatja, hogy szükség van az előválasztásra. Látjuk azt, hogy folyamatosan jönnek az emberek és részt vesznek az előválasztáson azért, hogy kiválasszák a közös miniszterelnök jelöltet és a közös képviselőjelöltet, akik jövőre felvetik a versenyt Orbán Viktorral és helytajtójával, és le is győzhetik őket. Úgyhogy számunkra abszolút pozitív a tapasztalat, még annak ellenére is, hogy tudjuk azt, hogy a Fidesz nem szeretné, hogy magas legyen a részvétel ezen az előválasztáson, de minden törekvésük ellenére jönnek az emberek, és mernek élni a demokráciával, és mernek szavazni. A szavazati eredmények összesítése jövő hét szerdán kezdődik. Az előválasztásról bővebben mai Napi Kanizsa című műsorunkban hallhatnak.